2021-ben a Dental world nem csak a jegyvásárlást, de a beléptetést, a kiállítás, illetve a kongresszusok területére is digitalizáltuk. Megmutatom gyorsan, hogy mit kell ehhez tenni, hogy be tudjon lépni idén. Először is nyilván a weboldalon meg tudja vásárolni azt a jegyet, ami önnek fontos, a példa kedvét mi az All access fogjuk most használni. Hogyha kitöltötte az adatait, illetve kifizette bankkártyával a jegyet, akkor rögtön két e-mailt fog tőlünk kapni. Az egyiknek az lesz a cím, hogy rendelési igazolás, ebben lesznek benne majd a céges adatai, illetve az összes megváltott egynek az összes adata, mert persze emellé kapja majd meg a számlát. Ezt pedig megszokhatta. Viszont emellé fog kapni még egy e-mailt, az a címe, hogy sikeres jegyvásárlás, és ebben fog találni egy úgynevezett jegy azonosítót. Ezt minden egyes különböző jegyhez megkapja, tehát ha egy vásárláson belül 3-4-5 kollégának vásároltak jegyet, akkor minden egyes kollega jegyéhez egy külön jegy azonosítót fognak kapni. Ebben az e-mailben két linket is küldünk, az egyik az App Store-ba, a másik pedig az androidos applikációboltba vezet, ahonnan le tudja tölteni a Dental word az applikációját. Ezt mindenképpen tegye meg, mert ezzel fog tudni majd belépni a Dental Word területére. Az applikáción belül fogjuk beállítani majd az ön adatait, a személyes adatait, illetve ennek a jegyének az azonosítóját, amivel majd a megfelelő kongresszussal beléphet. Már is mutatom, hogy hogyan. Ha letöltötte az applikációt az App Store-ból vagy az Android boltból, akkor megjelenik a képernyőjén majd a Dental Word logó, ezt elindítja, és ekkor, magyarra, beregisztrálhat. Úgy, ahogy az előző években is, ezúttal is adatokat fogunk kérni. Ezt most én nem töltöm ki, mert én már beregisztráltam egyszer, az egyszerűség kedvéért, gyorsabbak legyünk, és gyorsan be is lépek az applikációba íme így, így néz ki, hogyha végig csináltam a regisztrációt, lesz egy nagy QR kód a képernyőn, ezzel tud belépni a kiállításnak a területére, ami a kongresszusokat is megtalálja. Ha már vásárolt jegyet, hiszen már vásárolt jegyet, akkor itt a beállítások menüpontba kell majd bemenni, és a további jegyek érvényesítésén belül kell majd megadnia azt a jegy azonosítót, amiről az imént beszéltem. Ez, ez esetben gyorsan lepuskázom a képernyőt B2, B2, aztán egy hetes, A és 47. Illetve azt az e-mail címet kell még ide berakni, amivel a jegy vásárolva lett. Tehát ha ez nem az ő e-mail cím, akkor nyilván azt adja meg, amivel a jegy vásárolva lett. És akkor a jegy hozzáadását megnyomom, és hopp, innentől kezdve a jegyem benne is van a rendszerben. Itt vannak a jegyeim, már is mutatja itt felül, hogy a doktor teszt orvos, most az én vagyok, ezt az All Access jegyet ezzel az azonos számmal beregisztrált ebbe a programba. Innentől kezdve az én QR kódom már nem csak a kiállítás területére fog beengedni, hanem az ólökszeszi egy miatt az összes kongresszusra. Természetesen, ha ön ortodoncia, endodoncia, egy implantológia, vagy esztétikai jegyet vásárolt, akkor a megfelelő kongresszusra fogja önt ez a QR kód beengedni. Kérjük Önöket, hogy majd a bejáratban, illetve a kiáratban egyaránt használják a telefonjukat, és a QR kóddal egyetlen mozdulattal be tudnak majd lépni.